Sziasztok, Zsófi vagyok. A Most kezdem videók sorát fogjuk most folytatni. De nem egy alapgyakorlat lesz most, hanem egy nagyon fontos tartással kapcsolatos kérdés. Ezt nagyon sokszor látom offline élőben is, meg online élőben is, hogy ezt nagyon nehéz jól beállítani. Hogyha tényleg ott vagyok és bele tudok nyúlni a mozdulatba, akkor azért sikerül, de még ott is volt olyan, hogy ott sem igazán. Képzeljétek el, hogy egyszer egy vaklányt tanítottam, és ott aztán a szókincsem bővült, meg a technikám, hogy javítsunk, de hogy ott tapasztaltam meg igazán, hogy milyen nehéz beállítani valakit úgy, hogy egy érzékszerve elveszett. Hadd jegyezze meg zárójelbe, hogyha valaki szólna ezért a vak szóért, hogy minden más szót gyűlölt, amit erre szoktak alkalmazni, mindenféle eufémizmus, szerinte sokkal rosszabb, pont. Szóval, hogyha egy érzékszerv elvész, itt most ugye a tapintás, hogy én bele tudjak nyúlni neked, és megigazítani a lapockáidat, úgy aztán végképp nagyon nehéz. Szóval megpróbálom most egy picit alaposabban elmagyarázni azt, hogy tartjuk magunkat egyenes háttal. Az idézőjel azért van, mert ezt fogom továbbra is mondani, hogy egyenes háttal, csak vedd figyelembe azt, hogy a gerincednek vannak természetes görbületei, ez a kettős S alak, és nyilván, hogy ezt meghagyva, hogy tartjuk egyenes háttal magunkat. Na, amit a legtöbbször látok, az az, hogy mikor azt mondom, hogy nyújtsd fel a karodat, akkor ez történik. Ez lehet azért, mert mondjuk le van rövidülve a mellizom. Akkor azt ugye nyújtani kell. De nagyon sok esetben azért nem így van, és fel tudjuk nyújtani ide a karunkat. Lehet, hogy érzed, hogy itt nyúlik már ennyitől. Hogyha ezt érzed, vagy belehomorítasz, és úgy lesz függőleges a karod, akkor megint csak az van, ugye, hogy igazából ez a szög, ez ekkora volt, csak te homorítottál, és úgy került függőlegesbe a karod, akkor megint valószínűleg arról van szó, hogy le van rövidülve a mellizom. Na de hogyha alapból ide föl tudod nyújtani, ennyitől semmi más nem csináltál. Még csak azt sem mondtam, hogy vedd fel a helyes tartásodat, ugye, amit már sokszor elmondtam, hogyha még nem tudod, akkor nézd meg az ezzel kapcsolatos, vagy erről szóló videót. De ahogy fölemeled a karodat, már is érzed azt, hogy számtalan izom bekapcsolt. Próbáljuk együtt, jó? Tehát mindkét karodat csak emeld föl függőlegesen. Érezd meg, hogy mi van most a testedben. Hátizmaidnak kell dolgoznia. Igazából a mély hátizmok és a derekadnál, a farizmod is. Nem ettől lesz természetesen hatalmas izomzatod, de hogy tónust kaptak az izmok. Ehhez vegyük azt, hogy helyesen tartjuk a medencét, behúzzuk a hasfalat, letoljuk a lapockát. Na, ezt a tartást jegyezzük meg. Ugyanis, hogyha például azt kérem, hogy legyen egy nyújtott karos törzsdöntés, ahol a karod a füled mellett van, vagy maximum tényleg ennyivel előrébb, akkor ne legyen az, hogy közben egy ilyen cica hátat veszel föl. Hát egyenes háttal, nyújtott térdel mondjuk, ilyen a törzsdöntés, behúzott hassal, de ha ez mondjuk nehéz, ha túl hosszú az erőkar, akkor hajlítod a térdet, kicsit hátrébb fog menni a feneked, de a karod itt van, a fejed nincs ott, a karod nincs lent. Próbáld ki, mennyivel másabb. Gyakorlatilag egy kis erőközpont munka van benne, de semmi más. Jó, tehát ott van a kar. A feneked is nem húzod be, hanem igen, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy billensd magad alá. Csak itt a bebillentés az attól még nem ez. Jó, tehát itt túl szoktuk húzni egészen így a derekunkban is egy C betűt formálva. Itt pont, hogy egy picit kidugod a fenekedet, akkor lesz a jó helyen. És nyújod el a két kezeddel, hogy itt meg tudod fogni ezt a két izom köteget. Jó, akkor már tónust kaptak. Itt nem kap tónust. Itt igen.
alulról támasztod a hasizmoddal, erőközpontoddal. Ez is erőközpont, de érted, a hasizom részével, a haránt hasizmoddal. Nézd meg, ha itt lóg a karod, nézd meg, ha itt van, itt, vagy itt. Érzed a különbséget, gondolom a lapockáidat zárod, ahogy kell. Jó? És innen gyere ugyanúgy föl. Oké. Tehát ez az, amikor egyenes a hátad, és nyújtva van a karod. Ugyanezt nézzük meg úgy, hogyha lemegyünk mondjuk egy fekvőtámasz pulzba. Törzs döntése, mert például nem nagyon ajánlott például szétnyílt hasizommal ugye legördülni. Úgyhogy gyere le, egyenes. Látod, hajlik a térdem. Nem az kell, hogy egyenes háttal le tud tenni a karodat. Még mindig ott van a fül mellett, még mindig dolgozik a hátizmom. Leteszem a kezem úgy, hogy egyenes marad a hátam, és innen mászok előre úgy, hogy egyenes marad a hátam. Fejedet, lapockádat, medencédet, hasfaladat beigazítod, és mehetünk vissza. A hát még mindig tart, és hátra megyünk, egyenes a hát. Ha ezt nem bírod, nyújtott térdel, behajlítod. Két kar föl, nézd még mindig a hátamat, és gyere föl, és leengedjük. Na, azt javaslom, hogy ezt nagyon sokat gyakorold. Nézd meg a tükörbe, vedd föl videóra, mert hogyha tényleg szeretnél hatékonyan és preventíven edzeni, akkor ez egy nagyon nagy alap. Ez annyira alap, hogy ezt helyesen tartsd, mint az erőközpont, mint abban a videóban az edzés alapok karanténtornánkhoz. Azt hiszem ez a címe, abban a videóban is elmondom. Ha hasznos volt, akkor ne felejtsd el velem megosztani, hogy tetszett neked, nyomj rá a tetszikre is, és természetesen ne felejts el feliratkozni, ugyanúgy, ahogy az Instagramra és a Facebookra is. Köszönöm, hogy itt voltál, szia!